Már csak foltokban virágzik a repce gyulatanya határában. A hirtelen jött nyárias hőség, a csapadékhiány és a közel egy hete tartó forró szél miatt a méhek szinte képtelenek voltak felszállni és begyűjteni a virágport. A repce virágzása a szokásosnál 8-10 nappal korábban kezdődött, és rekordgyorsasággal véget is ért. A tavaly enyhe tél miatt rendkívül jól terelt át a repce, ez egészen áprilisig elmondható. Áprilistól viszont jött most ez a iszonyatos nagy meleg, illetve ez az eső nélküli időszak, és most már a repcét is fogja, tehát is megsínlette a repce ezt a kegyetlen időjárást. Elmondani annyit, hogy ugye az enyhe télnek következtében semmi kipusztulás nem volt, vadállomány nem pusztította, csak most már egy eső kéne, illetve hogy ez a szél ne fújna már állandóan. Hok József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke azt mondta, a méh családok nem voltak felkészülve a hirtelen jött nyára, sőt, idén már 3 tavasz időjárást is megéltek. A kaptárok élete így teljesen felborult, az első 3 hónap változékony időjárása miatt nem tudták, hogy a még tartó télhez, vagy inkább az érkező tavaszhoz alkalmazkodjanak. Március végétől mondhatnánk, hogy tavasz volt, de nem is tavasz, inkább már nyár. 2 hét alatt az összes gyümölcsvirág levirított, sőt elkezdett a repce virítani, amire a méh családok nem voltak felkészülve. Úgy, mint téli méhek előregednek, a tavaszi gyűjtőméheknek nem volt meg, vagy se nem volt az utánpótlás meg, kis egyetszámmal, kevés dolgozó mével indultunk a tavasznak valójában. Ez, ami nagyon befolyásolta a repce termést is, a családok fejlődtek rajta, de igazából elvehető mézet nem adott a repce itt megyénkben, de azért a többi megyére is az a jellemző, hogy sehol nem voltak felkészülve a családok. A mély családok fejlődése megindult, viszont a túl meleg időjárás, amit azért igazából felborított mindent május elején, vagy majdnem azt mondhatnánk, hogy április végi virágzással megindult az akácvirágzás, amire a mély családok közel se voltak felkészülve, és egy hete tartó szél, mert azt lehet mondani, hogy egy hete fúj a szél az akácvirágzás alatt, folyamatosan kiszárítja a nektárt, nektárképződés valójában nincs, minimális gyűjtést tapasztalunk akácerdőkbe is. Az idei évben így várhatóan az utóbbi évek átlagánál jóval gyengébb akácméztermésre lehet számítani, ami a későbbiekben a méz piaci árára is hatással lehet.